Mozartnak hallatlan érzéke volt ahhoz, hogy a vidám, a komikusat, a komolyjal szinte ütemről ütemre elegyítse. A Figaróban olyan gyorsan változnak a fönt lent helyzetek, ami egy kiapadhatatlan forrása a humornak is, meg a cselekmény érdekes sétételének is. Mozart az egész egy szóval zseni. Személycsere, szerelmi intrika, egy kis udvarlás ide, egy kis udvarlás oda, félreértések és félrevezetések tárháza. Ez a Figaro lakodalma, amit Mozart élete egyik főművének szánt, és az is lett belőle. Figaro esetében vígopera, de ugye olyan elképesztő emberi és zenei mélység tárul föl azért Mozart minden ütemében, ami nem véletlenül teszi ezt minden idők egyik legcsodálatosabb operájává. Melynek egyik előadását az MVM és az Opera Jóvoltából középiskolás osztályok is láthatták. Megtudtam, hogy ennek van egy előzménye a sevillai Borbé, és valószínűleg azt is érdemes megnézni. Elolvastam előre a cselekményt. Ugye ezt már anyukám tanította, hogy mindig el kell olvasni, ide jövünk, hogy értsük. Mozart első közös munkája Lorenzo da Ponte szövegkönyvíróval a Figaro házassága, egészen pontos fordításban a Figaro lakodalma volt, amit később a Don Giovanni és a Così fan tutte követett. Ezek minden idők felülmúlhatatlan csúcs teljesítményei. Da Ponte fantasztikus költő volt, és elképesztő drámai érzékkel írt opera szövegeket. Az eredeti vígjátékot a francia drámaíró Beaumarchais írta, melynek kényes témája az első éjszaka kegyúri joga köré épül, ami viszont akkor tiltó listára került. Ezek után pedig nagy meglepetést okozott, hogy Da Ponte mégis engedélyt kapott az opera libretto elkészítésére. A Gagozzi Judit rendezése pedig ugye klasszikus Figaróból indul ki, amiben egy Da Ponte idejéből való klasszikus házassági szituáció van. Tehát nem feltétlenül egy rossz házasság ez abban az időben, hanem egy szokványos házasság. Pont a Figarónak, az én szerepemnek van egy nagyon jó hullámzás, de mondjuk a grófnak is. Aki pedig életközepi válságban van éppen. Maradjunk az én szerepemnél, hogy amikor mindig azt hiszi, hogy el van intézve valami, akkor jön egy akadály, és akkor azt is meg kell oldani, és mindig tovább görgeti, és ezt a zenében nagyon jól megmutatja Mozart, akár a tempóváltásokkal, a metrumváltással, tehát hogy ezzel nagyon szeret játszani. A Miséria Figaro a komornyik és Susanna a komorna esküvői készülődésével veszi kezdetét, melynek alakulását a gróf és az első éjszaka visszavont kegyúri joga pecsételi meg. Hát egy kicsit át vagyok vágva. Mert hogy a gróf bár lemondott az első éjszaka jogáról, tetszik neki a menyasszony Susanna, aki hamar átlátja a helyzetet és a csalódott feleséggel együtt csapdát állít, hogy nevetségessé tegyék a csábító grófot. Grófné szerepe mindenképpen ugye egy megcsalt nő szerepe, és ehhez képest funkcionális az ő személyisége. Gróf, aki egy fajsúlyos valaki, de abban a pillanatban, amikor csinos nőt lát, akkor ez az egyetlen orientációs vonal, amihez tud igazodni. A közönség soraiban ülő diákokhoz az énekesekben is felmerült pár operás jó tanács, útravaló gondolat és a látottakhoz kapcsolódó kérdés is. Mi fogta meg először az operaházban? Tehát, hogy mert az nagyon fontos, és lehet, hogy amiatt lesz később ő néző, lehet, hogy az épület, lehet, hogy a zene, lehet, hogy valamelyik énekes, lehet, hogy a díszlet tetszik meg neki, vagy a nyelvezet. De szerintem Mozart meg fog tetszeni neki. Énekórám, múltkor megtanultunk pár éneket ebből, és azokat annyira jó érzés viszont hallani, hogy már egy ismerős dallam, de közben meg nem magyarul van, és ez is szerintem sokat hozzá. Nekik azt hiszem a legérdekesebb talán Cherubino lesz. Amikor a Cherubino folyamatosan elbújt, akkor tényleg nem vettem. A gyerekeknek azt ajánlom, hogy a nyitányt érdemes csukott szemmel végighallgatni, mert ez a nyitány, ez elrepít. Jó a sztori meg minden, de hogy néha csak így lehonyom a szemem, és így hallgatom a zenét, és ez nagyon jó. Élvezzék mindenféle előítélet, információ,
és gondolkodás nélkül egyszerűen csak élvezzék. Amikor az idősebb nő beszélgetett a Szuzannával, és ilyen mindenketten passzív-agresszívan, meg ilyen álszenten beszéltek, és az nagyon-nagyon tetszett, mert hogy az így nagyon jól látotta mindennapi dolgokat. Nem ez volt, és nem is ez lesz az egyetlen olyan előadás, ami az MVM jó voltából került diákok elé. A vállalatcsoport az Operával kötött stratégiai együttműködés keretében a 2023-24-es évadig továbbra is támogatja a Dalszínház tevékenységét, hogy további 100 hasonló diák előadás jöhessen létre.